A motorosokat az eső sem zavarta, ahogy a találkozó főszervezőjét, Sánta Lászlót sem. A hétvégén egy egész színes programmal próbáltunk készülni. A ma este mindjárt 6 órakor kezd az action, utánuk a 60 City Hardcore fog színpadra lépni, aztán a Felvidékről jön Samarjáról a Romeo vérzik, és a Smith & Wesson's Rockabilly Trio lesz ma este a napzárása. A holnapi nap folyamán újabb 4 zenekar lesz, a karcagi életésségű Brain Drain, a Szénfúr Full Passions, a mai holnapi napra álltak össze erre a 20 éves jubileumi bulira. Utánuk a Moby Dick fog következni, egy striptease táncos nő előadása után pedig színpadra lép a Szabad Szombat. A motorosok között vannak visszatérők, és vannak, akik először jöttek Karcagra. Holnap lesz egy ilyen díjátadás, hogy csináltattunk 20 jubileum címkével ellátott bort, és akiknek köszönhetünk a 20 év távlata alatt, nekik akarjuk ezt megköszönni, illetve hát ez egy ilyen 8-10 borátadására kerül a sor. A maradék 10-et meg majd a tárgyeremény sorsáson a vendégek között fogjuk kisorsolni, mert hogy ők rájuk is szükség volt ahhoz, hogy eljussunk ehhez a 20. évhez. A találkozó színfoltja minden alkalommal az erő és ivó verseny. Erre is készülnek a szervezők. Most készülünk egy új versenyszámmal, a sörivó versenyt most megreformáljuk, ha sikerül, mert most van ebben a pillanatban gyártás alatt az eszköz. Ha elkészül reggelig, már pedig úgy készülünk, hogy elkészül, akkor azt is be fogjuk vetni. Az időjárás remélhetőleg kegyes lesz a találkozóhoz. A hangulat már kezd megalapozódni, ismerősök, barátok üdvözlik egymást a 20. alkalmon, de lesz 25., 30. is a szervezők szerint. Sok sikert kívánok a következő évekre.